Sziasztok! Egy Temus csomagom érkezett. Említettem nektek, hogy fog érkezni szőnyeg a beltéri lépcsőre. Azok érkeztek meg, még megvettem mellé egy pár apróságot. Ugyanúgy, mint ahogy megszoktátok, ki fogom tenni nektek a képernyőre, majd screenshotolva Temu oldalról, hogy mi mennyibe került. Ez egy ilyen family fali matrica. ...7,9 inch, az durván 15 centi körül lehet, ha jól emlékszek. Ezt ide gondoltam, az étkezőben van egy fal, amin van egy pár kép a gyerkőcökkel, és oda gondoltam, hogy alá szeretném felragasztani. Egy ilyen kis sima, egyszerű, fekete fali matrica, és nagyon olcsó volt, tényleg pár száz forint, 200-300 forint, ha jól emlékszek, de ti úgyis már látjátok a képernyőn az árát. Ez egy ilyen sima kis family-s matrica. Nekem ez a méret pont elég oda, ahova én terveztem, de ugye van nagyobb, kisebb és millió egyfajta. Rendeltem még egy vázát. Nem tervezek benne virágot tartani, hanem sima dekorként választottam. Kis műanyag váza, nagyon gagyi, mint a 500 forint, amibe kerül, mondja szívem. Megjött a fülbevaló. Fülhallgató, még nem se rendeltem, Erik. Kis műanyag, de nekem megfogott a színe is, egy ilyen menta zöld, és ilyen kis bordázott az egész váza kívülnek, és csak simán díszként szeretném egy polcra helyezni. Vettünk egy polcot az étkezőben, és arra gondoltam, hogy oda szeretném behelyezni. Vagy ha nem... Most ettél. Nem, az már az öcséd, Erik. Műanyag tulipán... Műanyag tulipánokat gondoltam még esetleg, nem ennyi, csak nézzem esét. Műanyag tulipánokat gondoltam még beletenni a étkező asztalra, mert ugye azt elbírja, mert nem kell bele se víz, semmi, és ugye a műanyag tulipánok, gumi, bocsánat, nem műanyag, gumi tulipánok nagyon élethűek. Durván 700 forint volt. Amiért leadtam a rendelést, az ez a csőrös pohár volt a kisebbik fiúnak. A Viki csatornáján láttam, hogy ő vett ilyet már egyszer régen, arról lemaradtam, nem láttam, de most a legutolsó Temu rendelésen vett egy ilyet, még úgy azt hiszem, hogy ugyanebben a színbe is vette, és azt mondta, hogy annyira meg volt vele elégedve, hogy vett még egyet, mert van 1200 forintba került, és ugye akárhol veszünk egy ilyet, még ha a legolcsóbbat is kínai üzletbe vagy Rossmannba, DM-be, 3-4 ezer alatt minőségit nem kapsz. És nem az a gagyi műanyag, amire gondoltam, hogy lesz. Teljesen szétszedhető, mosható, ez egy kicsit ilyen nehézkes, hogy mindig lemaradjon az alján, szóval felfordítja, annyira ne tudjon libegni a üvegbe. Mosogatógépben tisztítható, szétszedhető, kis menta zöld, egy ilyen szürkével, nem tudom, a kamera nem adja vissza amúgy a színét, de kis aranyos, és 250 millia kapacitása. Nagyon kis csinos. Volt rózsaszínben, narancssárgában, szürkében, viszont nagyon fogy elfele, mert egyszer betettem a kosárba 1500-ért egy eladótól, este már kaptam az értesítést, hogy már nincs meg, beletettem egy másik eladótól, rá egy pár napra, amire megint betettem, azért kaptam értesítést, így a negyedik vagy az ötödik alkalommal
az ötödik eladótól maradt meg, és ugyanígy jártam a szőnyegekkel is. Kinéztem egy modellt, azt mire vetettem volna a kosárba, már elfogyott. Az volt a legolcsóbb, mert azt hiszem, hogy 15 darab volt, ilyen 7000 forint körül. Ő egy kicsit drágább volt, mert nagyon sokat tettem be a kosárba, amíg végül nem fogyott el. Volt benne 9000-ért, 5000-ért, 8000-ért, 7000, és mind ilyen pár száz forint, azt nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyire kerül. Az se, hogy kell rögzíteni. Itt most pont láttam egy képet, hogy ilyen ragasztós volna a zajja, és úgy kéne felhelyezni a lépcsőfokra, hogy ne csúszkáljon el. Viszont a videóban, amin bemutatták a terméket, ott úgy volt, hogy csak le volt téve, felszedte a szőnyeget, belökte a mosógébe, kimosta, és mosás után visszaletette a szőnyeget a lépcsőfokra, úgyhogy viszont itt azt írja, hogy ultra anti-slip, szóval, hogy ez teljesen csúszásgátló kéne legyen, safety and eco-friendly, hát azt kötve hiszem, hogy Kínában ilyen nagyon eco-friendly dolgokat gyártanak, mert maga a bejutatásuk Európába se eco-friendly. Easy remover, easy use, easy clean and safety eco-friendly ismét. Na hát majd videóban majd meg fogom nektek mondani, hogy mennyire easy remove, meg ennyire easy feltenni. Nekem ugye amiatt volt a legtöbbel bajom, mert mind ilyen sötét barna, világos barna, fekete volt. És mire én betettem a barnát, addigra már csak a szürke vagy a fekete maradt belőle, és így emiatt okozott nekem egy kicsit felfájást. Azt mutatta, hogy egy olfával vágni is lehet méretre. Itt hátul az egyik sarkában van az open, és ott, ha meghúzzuk, és nem ragasztós. Hogyha nem ragad, nem tudom, hogy mennyire fog megmaradni a lépcsőn a kisgyerektől. De most ez miért nem ragad? Akkor miért van ez az alján? Na mindegy. 19x55 kell legyen. De itt meglátjátok majd a képernyőn az árát is, és a méreteit is. A 19 az rémlik, de ez az 55-nek nem néz ki 55-nek. Na, 45 és 55 közt majd kiderül a kép alapján. Aznak, hogy mennyire lesz tartós, mennyire lesz csúszásmentes, és mennyire fog a lépcső megmaradni, és mennyire fog a gyerek lecibálni, azt majd egy másik videóban elmondom nektek. Temus videó még lesz a csatornán, mert még rendeltem egy pár dolgot, de Eriknek a szobájában rendeltem egy pár matricát, de azt úgy fogjuk csinálni, hogy meg fogjuk együtt nézni, és együtt fel is fogjuk ragasztani a falra, szóval ez egy ilyen teljes más videó lesz. Összesen ezért fizettem 11.000 pár száz forintot, és 8 nap se megérkezett. Erre leszek kíváncsi, mert ez volt a legdrágább, 8.000 pár száz forint, és hogyha nagyon gagyi kaksit rendeltem, az uramtól ki fogok kapni, mert megmondja megint, hogy megint jó vételt csináltam, mint szoktam. Addig is maradjatok itt, és nézzétek szét a csatornán. Találkozunk egy következő videóban. Ha végignéztétek és tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, de ne felejtjétek el benyomni a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést azokról a videókról, amit felszoktam tölteni. Ha nem nyomjátok be a kis csengőt, akkor csak simán feltöltöm, ti nem kaptok róla értesítést, és nem tudjátok nyomon követni a legújabb videókat. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és további szép napot kívánunk. Ez a lépcső. Nektek bizony. Na, sziasztok!